szőlő, alma, kukorica, káposzta, sárgarépa, paprika. Minden megterem Kelebián. A termelők számára fontos a hálaadó ünnepség. Nálunk éppen most is a piacra készülnek ki a zöldségeket, mert rendeltek a városi ilyen viszonteladójaink, de a családból mi nálunk mindig, ha nem vagyunk betegek, akkor egy-két személy mindig itt van a templomban, és de így most a születi napokra is a két lánya jöttünk, a többiek azon nem tudnak mondom eljönni, de holnap is jövünk, az egész család itt lesz. Megáldották az idei termést, valamint a gazdákat is. Fontos az embereknek felhívni a figyelmét arra, hogy hálát kell adni mindenért. Én mondtam többször, az ember elégedetlen sokszor az időjárással, elégedetlen a terméssel, elégedetlen egyszer szárazság, egyszer eső, de én mindig arra hívom fel az emberek figyelmét, hogy gondoljunk bele, a világnak bizonyos pontjain az emberek éheznek, egy marék rizsért is hálát adnának a Jóistennek, vagy egy pohár vízért. Nekünk ez mind adva van, igazából van miért hálát adnunk. A mindennapi munka megbecsülését jelenti a hálaadás, illetve az áldás, mondta Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás lista vezetője. Előttünk is 4 év alatt olyan feladatok állnak, és olyan feladatok várnak ránk, amelyek arról szólnak, hogy hogyan tudjuk ebben a közösségben, a Nemzeti Tanács 4 területén mindazt elérni, fölmutatni, hogy ez a közösség, különösen ennek fiatalsága, érezze a munkának a becsületét szülőföldjén, érezze a mindennapi kenyérnek az édességét, a hálának a boldogságát és azt a derűt, amely itt most körülvesz bennünket. A születi napokon visszatérő és immáron állandó vendég a határ túloldaláról, a magyarországi Kelebiáról a tavaszi Hérics néptánc csoport. Szívesen beállnak, szívesen jönnek velünk táncolni, és jó hangulatot tudunk velük produkálni. A talpalávalót az esti vigadalmon a Juhász zenekar húzta a táncos lábú közönségnek.